És lett egy fánk. Lett egy fánk a nappali sarkában. Van itt ilyen valami. Susnya, de ez Irland. Sziasztok! Hát, amint láthatjátok, felszereltük itt az asztalt mindenféle őszi dekorációval. Beköszöntött végre az ősz, azért mondjuk, hogy végre, mert mi nagyon szeretjük az őszt. A családban nagyon sok ünnep van ősszel, így aztán van mit ünnepelni is, de hát a dekoráció, gyerekek, hát ilyen színpompás dekorációt egyetlen egy évszakban nem lehet a lakásba rittyenteni, maximum nyáron a színes strandpapucsokat mondjuk, de ez gyönyörű, ezek a pirosak, barnák, narancssárgák. Na szóval, mivel készültünk? Van itt például ez a nagy levél, ez is ilyen őszies színű. Ami legyező. Nagyon jó, ez is majd valahova felkerül. Aztán Mollika, mi van még itt? Például van egy puli. Egy új családtagunk is van, őt úgy hívják, hogy puli. 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 És azért puli. De nem kutya, hanem. Hanem azért lett puli, mert amikor megvettük, nem tudtuk eldönteni, hogy ez pulyka vagy liba. És ezért lett puli, mert a pulyka úgy kezdődik, hogy pu, a liba meg úgy, hogy li. És ebből az jön ki, hogy puli. Szóval puli lett. Úgy van. Pedig némiképpen egyértelmű, hogy ő pulyka, mert ilyen színes farktollai vannak a libának, meg ritkán vannak ilyenek. Ezzel együtt azért úgy elgondolkodtunk rajta, hogy ez milyen állat lehet. De szerintem nagyon jó, hogy pulinak hívják, nem? Az teljesen, az olyan menő. Nem szokványos dolog, hogy egy pulykát pulinak hívjanak. Na szóval ő az új családtag, majd mindjárt megtaláljuk a helyét, hogy hova is kerül. Na ő itt pulika. Nagyon helyesen néz ki. Van egy kis kosara is, benne egy tökkel, szóval abszolút őszies. Akkor van itt nekünk egy ilyen aranyos koszorunk. Igen, rajta ül egy kis madárijesztő, azt ne felejtsd el. Őt majd valószínűleg a korlátra, a lépcsőkorlátra akasztjuk. Aztán van itt egy tálunk, amiben mindenféle ilyen kis műanyag tököcske van. Ezek itt, ezek a dekorációk szinte kivétel nélkül műanyagok, de csak szinte, mert van itt dísztök is. Ez a kis bibircsókos narancsárga, ez nagyon helyes. Meg amit Molly fog, ez a narancsárga, az is ez a narancsárga, meg az, mind a kettő nagyon szép. Vannak ilyen óriás levelei. Ú, de szép, azok ilyen juharlevelek, gondolom, de olyasmi. Szóval van itt egy nagyon klassz koszorú, ez annyira szép, ez ide kerül majd mögénk, ide fel az ablakra, hogy étkezés közben is tudjuk itt csodálni ezeket a gyönyörűségeket. Van itt ilyen valami. Susnya, de ez Irland. Ez Irland, amit szintén a lépcsőkorlátra szánunk. Azon kívül van itt szőlő, gyerekek, szőlő. Nyilván nem igazi. Itt vannak a fürtök, állati szép egyébként. Őt majd egy nagyon érdekes helyre fogjuk feltenni. Ugyanis, képzeljétek el, fa nőtt a nappalinkban. Fa nő. Na, nem igazából ide nőtt, hanem kimentünk itt a közeli erdőbe, és egy olyan faágat behoztunk, ami már lehullott, vagy levágták, tehát már nem élő, még véletlen sem mi vágtuk le a fáról. Behoztuk, beletettük egy kis vödörbe, és gyakorlatilag ilyen kis kavicsokkal körbe tettük, hogy ne mozduljon el, és lett egy fánk. Lett egy fánk a nappali sarkában, ahol a karácsonyfa szokott állni. És erre a fára fogunk most mindenféle őszi leveleket felaggatni. Ez a fa azért jó, hogy most ilyen mesztelen gyakorlatilag, mert minden évszakban olyan dekorációt teszünk rá, amit szeretnénk. Például most őszi levelekkel fogjuk feldíszíteni. Karácsonykor majd gömböket teszünk rá, meg befújjuk hóval. Tavasszal virágokat, nyáron meg, mit tudom én, gyümölcsöket. Szóval mindig úgy dekoráljuk, amilyen évszak éppen van. Kezdjük a fával, mert az a legizgalmasabb. Most megmutatjuk nektek, hogy is néz ki ez a fácska, és elkezdjük díszíteni. Hát itt van a mi kis fánk. Ide nézzetek, itt van a sarokban. Egy ilyen óriási ágat be tudtunk hozni az erdőből. Itt van. És ugye egy kis vödörkébe beletettük a végét, és körbe raktuk ezekkel a kavicsokkal, így a kavicsok megtámasztják, és nem tud eldőlni. Ide pedig, ide készítettük már ezeket a kis leveleket, vagy lombos ágakat, és ezeket fogjuk valahogy erre a fára ide fel ragasztani, vagy valami kis kapcsocskával oda tűzni, majd meglátjuk, hogy sikerül. Mollika, felteszed az elsőt? Uh-huh. Na Mollikám, tedd fel az első ágat, légy szíves! Hú, és mindjárt felöltöztetjük ezt a kopasz fát, és gyönyörű őszi lombos fa lesz belőle. És ott van az első. Molly, de ügyes vagy, és tessék! Már is megkapta az első kis ruhácskáját. Na, jöhet a többi. Fölteszem ezt a gyönyörű ágat, mondjuk ide.
autóval ragaszthatjátok, ami megfogja, vagy valami kis kapocssal. Így. Felkerült a harmadik ágacska is, ide alulra. Annyira jó, hogy ilyen sokféle színűek. Annyira szép, ilyen tarka-barka, mint az erdőfái. Na, itt a következő ágacska. Ezt meg majd oda följebb megy, egy felső ágra. Itt van ez a gyönyörűség. Ez most fölmegy oda valahova a tetejére. Milyen szép lett, ugye? Látjátok, milyen klassz itt ez a nagy levél? Na, menjünk tovább. És már jöhet a következő ág. Nagyon szépen alakul a mi kis fácskánk. Ide elé, így van. Kiválasztjátok valamelyik kis ágacskát, és rá ragasztjátok gyakorlatilag. Úgy, hogy utána majd le lehessen szedni. Ú, de szép! Moli, de ügyes vagy! Nagyon klassz, tényleg! Na, menjünk tovább, még vannak ágak. Az pedig ide lesz, igen, nagyon jó helyre teszed, mert ott van egy olyan kis luk az ágak között, de így már nem lesz. Na most jöhet ez a gyönyörű girland. Azt hittük, hogy ennyire narancssárga levélzet nem létezik, és de, utána néztünk, képzeljétek, létezik. Ezért aztán megmertük venni, és valahova ide, nem is tudom, a tetejéről indítjuk, és akkor így rátekerjük a fára. Na, ide föltettem a tetejére, és innen megpróbáljuk ide oldalra elvezetni mind a két oldalra, és tök szép lesz, gyerekek. Milyen szép itt a tetején, nézzétek! Olyan, mintha valami kúszó növény felmászott volna ide a fa tetejére. Tök jó! Ide nézzetek, milyen gyönyörű a mi kis fánk! Egy dolog hiányzik még a mi kis fácskánkról, a szőlőgirland, amin ugye szőlők is vannak. Ezt fogom most ide hosszába feltenni a fa törzsére. És íme elkészült a mi kis fácskánk, nagyon klassz! Kidíszítettük az alját is szőlőlevelekkel, és már itt az első kis gyümölcs. Jövünk fölfelé, itt is van egy kis szőlő, ott is, tehát ez a szőlő most felmászott a mi őszi fácskánkra, és ilyen szép lett, nézzétek. Hú, nagyon sokat dolgoztunk vele, de szerintem nagyon szép lett. Ebből a gyönyörű szőlőgirlandból vettünk egy jó párat. Ú, de jól nézel ki, Molly, szerintem maradj így a szoba közepén ezzel a girlanddal. Szóval ez jön most a tévé alatti szekrényre, ott lesz, csak így, hogy is mondjam, így kiterítve. Na drágám, valahogy terítsd ki itt, ez most különösebben nem macerázunk vele, csak így elterítjük, hogy amikor a tévét nézzük, akkor is ezt az őszi hangulatú girlandot láthassuk magunk előtt. Nagyon jól néz ki, csak így ilyen vadregényesen, tehát nem kell nagyon rendezgetni, csak így szépen elterítjük, és teszünk majd ide néhány kis mécses tartót még. Itt van ez a három kis tököcske formájú mécses, amit így szépen elrendezünk itt a szőlőfürtök között. Jaj, de szép, ez így lett tökéletes, nézzétek! Egy kis szőlő a maga szuper, szép összevisszaságában, és ezek a kis tökformájú mécsesek. Nagyon klassz! Van még egy szőlőgirlandunk, na hát, volt egy csomó egyébként. Ezt most ide fogjuk tekerni a lépcsőkorlátra. És készen lett a girlandunk, gyerekek, ide nézzetek! Nagyon klassz! Pont végigért. Nagyon jó, tényleg olyan, mintha befutottam volna a szőlő ezt a korlátot. Négy szőlőfürtünk is van, lehet szüretelni. Ragasztom a kis leveledet. Ó, gyerekek, ez nagyon klassz lett. Itt van a mi kis madárijesztőnk, a két kis virágjával, meg a kis tököcskéjével. Ugye itt van ez a kis tök. Nagyon helyes. És akkor íme a korlát így néz ki, innen indul a girland, ott lognak a szőlőfürtök, és itt vigyáz
a korlátra még a kis madárijesztő. Na Mollikám, akkor most megcsináljuk itt az asztali dekorációt, és az ablakra készülő dekorációt, és akkor tulajdonképpen ezzel készen is vagyunk. Először szereljük föl ezt a koszorút az ablakra. Na, akkor itt van a koszorunk, és körülbelül ott lesz, igen, tedd oda az ablak elé? Így lesz! De klasszul fog kinézni, tök jól megy a függönyhöz is. Na, itt a mi gyönyörűségünk, nézzétek, annyira szép, annyira jól illik ide, a függönyökhez is abszolút passzol. Na, drágám, már csak az asztal maradt. Végül is ez a lényeges, mert itt eszünk, tehát itt nagyon sokat vagyunk. Az egyik oldalra szerintem ültesd oda pulit, úgy, nagyon szép. Gyönyörű. Ebbe a szép tányérba pedig tegyél ki potpurit. Ez ilyen szárított termés, tudjátok, amire lehet csöpögtetni ilyen illat, vagy illóolajakat, és nagyon finom illata lesz. És a színei abszolút ilyen ősziesek. Nagyon szép. Gyönyörű. Vettünk egy ilyen gombát, ami tényleg teljesen olyan ilyen kicsit gumis, mint az igazi gomba. Akkor itt egy ilyen tál, amiben ilyen különféle tökök vannak. Nagyon tetszik, nagyon jó. Mások ez a gomba hiányzik bele. Úgy van, nagyon szép, és pont oda való, és tudja, és tudja, és tudja. És már csak ezek a terméseink vannak, amik igaziak, ez pedig valahogy rendezd el az asztal közepén, szívem, és szerintem nagyon szép lesz. Így gyönyörű lesz, drágám, nagyon jól csináltad. Szerintünk ennyi dekoráció az asztalra elég is, hiszen ugye itt majd reggelizni, ebédelni, meg vacsorázni fogunk, tehát azért kell, hogy hely maradjon az asztalon, de azért ezt is kidíszítettük. Hát elkészültünk a dekorációval, gyerekek, és megint nagyon sok örömet okozott. Nekünk mindig sok örömet okoz, mert egész egyszerűen szeretünk dekorálni. És kész. Bármilyen is legyen az, tavaszi, nyári, őszi vagy téli, hát most éppen az őszi volt soron, és ezeket a gyönyörű, harsány, élénk színeket tudtuk felhasználni a dekorációhoz. Szerintem próbáljátok ki ti is, mert nagyon-nagyon sok örömet okoz. Tényleg, tehát már magában az alkotás öröme, hogy valami szépet hoztok létre, az boldogsággal tölti el az embert, hát ha még ilyen gyönyörűségeket csinál, és ezt nézi nap mint nap, akkor meg pláne. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, és legyen nagyon szép napod. Sziasztok!